Kedves barátaim, ugye hosszú évek előkészítő munkája után most itt két nagyobb projektet fogunk majd önöknek bemutatni. A mögöttem lévő tábla is érzékelteti lényegében mind a kettőt, de ennél azért többről van szó, mint hogy egy táblával összefoglaljuk az eseményeket. Talán először a Alkotmány utcával kapcsolatos terveket mondanám el. Ugye az Alkotmány utca a város egyik legforgalmasabb utcája, nagyon sok üzlet, gyár, közlekedési csomópont létezik itt, nem egyszerű ennek a rehabilitációja, megújítása. Úgy képzeljük el, hogy ha onnan indulunk a Kristály csomóponttól, akkor jelentős parkolószám bővítés kell ezen a területen végrehajtanunk, hiszen itt fokozottabban jelentkezik az az igény, hogy kevés a parkolók száma a városban, éppen a közlekedési csomópontok, üzletek miatt ez hangsúlyozottabban jelentkezik. Már a 10 emeletes környékén is parkolókat fogunk építeni. Ahogy jövünk tovább, a Kristály üvegboltot szerettük volna, ha megújítják, ezen a helyen azonban nem támogattuk a megújítását, kértük a vár, illetve a gyár tulajdonosait, hogy ezt olyan módon kerüljön megújításra, hogy vigyék be a régi kastélyépületbe, és a kastélyt is újítsák meg. Időközben megérkezett Hegedűs úr, a Póluszkóp igazgatóhelyettese, akit szintén tisztelettel köszöntök. Tehát a gyár vezetése ilyen probléma előtt állt, hogy akkor mit tegyen. Tulajdonképpen a tulajdonos úgy döntött, hogy ebbe az adásvételbe ők nem bocsátkoznak bele, és ez összefüggött azzal, hogy itt körülbelül 80-100 új parkolóra van szükségünk. Ezt másképp nem tudjuk megoldani, mint hogy meg akartuk venni az üveggyártól ezt a 8 méteres szakaszt, ami az Arany János utcába folytatódik. Hát ezt sajnos nem kaptuk meg, így nincs más megoldás, kisajátítás következik. Tehát kisajátítjuk a Kristály boltot is, és ezt a területet is kisajátítjuk, és hát arra kérjük a gyárat, hogy ezt a kastély épületébe újítsák meg, úgyhogy a homlokzaton jelenjen meg a Kristály üvegbolt, és hát az épület is újuljon meg. Hát ahogy mondom, ebben még azért teljes egyességről nem tudunk beszélni, de a kisajátítást a leghatározottabban tudom mondani, mert a rendezési terv módosítását ilyen céllal és ilyen elképzeléssel el is indítottuk. A főépítész úr, aki szintén időközben megjelent, úgy látszik mindenki elkésik, főépítész úr koncepciója alapján. Tehát itt egy 80 állásos parkoló fog létesülni, ami várhatóan megoldja az Alkotmány utca egy részének a parkolási problémáját. Haladunk tovább az Alkotmány utcán. A jelenleg üzleteket tartalmazó épületek mindegyik tulajdonosával, tehát a jobb oldalon mindegyik tulajdonosával megállapodtunk, hogy felújítják az üzleteiket, az épületeiket, és szintén a főépítész úr tervei alapján átépül az egész front egészen a vasútállomásig. Az önkormányzatnak ebben annyi szerepe van, hogy mi kezdeményeztük ezt a munkát, és a beruházási utcakép felújításához szükséges költségvetésnek a 25%-át támogatás formájával juttatjuk az ingatlan tulajdonosoknak, akik ezt legalábbis a hozzám eljutott észrevételekből elfogadták. Lehet ezt mondani, ugye, hogy ezzel is kifejeztétek együttműködési szándékotokat. Úgyhogy itt a lehető legteljesebb együttműködésről lehet beszélni. Tényegében mindegyik épület meg fog újulni. Következik a vasútállomás és környéke. A vasútállomásnál hát még megállapodásunk ugyan nincs, de tájékoztatom önöket, hogy a MÁV jelenlegi vezetésével olyan megállapodást készítünk elő, amilyen még Ajka esetében, Ajka életében nem volt. Mind a három épület, ami a vasútállomás épületegyüttesét jelenti, az megújul, átépül, és a vasút hát új színben, új formában, új dizájnnal fog majd megjelenni. Remélhetőleg elnyeri majd az önök tetszését. A teret is át kívánjuk építeni, és az utasellátó épülete is megújul, az is egy új dizájn kapott, egy nagy, korszerű vendéglő lesz,
akinek a tulajdonosával szintén megállapodtunk. És akkor rátérek a másik oldalra, hogy az Alkotmány utca másik oldala, az a vásárcsarnok és a piac környéke. Hát akik figyelemmel kísérték a város életének a mindennapjait, azok láthatták, hogy megpróbálkoztunk egy új piac létrehozásával a városközponton kívül, azonban ez sajnos ez nem jött össze. Ez azt a célt szolgálta volna, hogy a nagy munkaigényű vagy járműigényű eszközöknek a parkolási igényét ezen a területen igen nehezen lehet kielégíteni, ott ezzel megpróbálkoztunk. Hát ez nem találkozott a kereskedők érdekeivel, és azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen a vásárlók érdekeivel sem nagyon találkozott, mert egy részük támogatta, egy részük nem támogatta. Azt tény, hogy mi ezt pályázatból szerettük volna megoldani, azonban ilyen célú pályázatot nem is írtak ki, úgyhogy erről a elképzelésről le kellett mondanunk. Maradt az a megoldás, hogy a jelenlegi piac környékét és a vásárcsarnokot újítsuk meg, és próbáljunk meg azoknak a véleményeknek és észrevételeknek helyt adni, amelyek sajnos évek óta itt jelenkeznek. Ahogy így elnézem az arcokat, már kevesen vannak azok közül itt önök részéről, akik még a 84-es vásárcsarnok átadásán is itt voltak, de az biztos, főleg a fiataloknak újdonságot mondok, hogy akkor is nagy vita előzte meg a vásárcsarnok építésének a helyét. Lényegében három helyszín jött akkor is számításba. Az egyik a jelenlegi Hétvezér utca, a rendőrséggel szembeni lakótelep, az volt az egyik helyszín. A másik helyszín a mostani Szökőkút helye, a Hírpark, és a harmadik helyszín volt ez, ahol végül is a vásárcsarnok megépült. Abból a szempontból jó döntés volt, hogy lényegében a közlekedési csomópontok közé fogtuk a vásárcsarnokot, hiszen akkor is itt voltam már, és ugye az autóbuszpályaudvar, a vasútállomás, és hát itt egy lényegében egy olyan autós csomópont is kialakítása kerülhet, amely hát meghatározza ennek a területnek a felhasználhatóságát. Tehát ilyen szempontból jó döntés volt. Abból a szempontból hát nem volt a legszerencsésebb döntés, hogy túlságosan közel került a vásárcsarnok és a mellette elhelyezkedő piac a lakóépületekhez. Ez sajnos el kell ismerni, ez nem volt a legszerencsésebb döntés. Hozzá tartozik, hogy persze akkor tizedennyi autó volt a városban, és a kereskedők, akik akkor is itt árultak, meg most is itt vannak, hát azoknak is hát jóval kisebb volt a száma, mint a mai viszonyok között. Ugye a mai szombati nap, hát az óriási, szinte régiós piacán nőtte ki magát, ilyen szempontból a hely szűke, az fokozottabban jelenkezett. És a lakók részéről hát sorozatos észrevételek voltak, hogy nem tudják a rendes napi életüket folytatni, mert a piac az zavarja őket, és ugye magunk is végeztünk egy ilyen közlekedési felmérés, pontosabban egy felmérést, aminek a legfontosabb problémai a közlekedés hátrányaira és a zajra és a kommunális ellátás hiányára hívta fel a figyelmet. Hát ilyen szempontból így az előzmények után maradt az, hogy ezt a területet kell valahogy humanizálnunk, hogy emberi léptékűvé tenni és elfogadhatóvá alakítani. A Poluszkóppal sikerült megállapodni, hogy felújítják a vásárcsarnokot. Ugye ugyanabban a konstrukcióban, ahogy az Alkotmány utcai épületekről beszéltem, tehát a város 25%-a támogatja a felújítást, a többi a gazdasági társaság maga végzi el. De ugye a nagy probléma a környezetnek a megújítása volt. Most annyit tudunk tenni, hogy az épületektől a jelenleg ott ilyen gyephézagos betonlapokkal burkolt területet azt megszüntetjük, és a piacot, az árusító piacot elfordítjuk, és egészen kihozzuk a Alkotmány utcával, Alkotmány utcára merőlegesen. Tehát amit önök itt látnak, üres területet, ez lesz a piacnak a területe. Ez lesz a piac területe. Igyekszünk a fákat meghagyni, hát egyet biztosan nem fogunk tudni, azt nem tudjuk meghagyni, de újakat fogunk építeni, úgyhogy ilyen értelemben kár, nem éri majd az itt lakókat. Ezt a területet, ahol most az aszfalt van, ugyanazzal a burkolattal fogjuk ellátni, egységes terület lesz, sátor nem kerül ide vissza, úgyhogy itt egy egységes és nagyobb, ez most már így önmagában is nagyobb terület fog majd rendelkezésre állni.
Azt a gyephézagos területet pedig éppen a lakók kérésének megfelelően azt átalakítjuk a lakók céljára, nem a piac céljára, ott parkolók állnak majd rendelkezésre, és egy erőteljes zöld sávot fogunk kiépíteni, hogy elhatároljuk a lakóépületektől a piacnak a működését. És ha ez befejeződött, ez körülbelül ebbe az évben, hát elkezdődik a befejezése, biztos át fog húzódni a következő évben. Itt a vásárcsarnok környezetében lévő bútor területeket valamennyit meg fogjuk újítani. Tehát a másik oldalon is, Pista, ahol ti laktok, Simon Pista, azt a területet is meg fogjuk újítani. Ezeket a burkolatokat is felújítjuk, és azt gondolom, hogy ezt az egész térséget rendbe fogjuk tenni. És ahogy mondtam, ez a nagy parkoló kialakítása az biztos a következő évre fog áthúzódni, és az Alkotmány utcai járdát is meg fogjuk újítani, úgyhogy ezeknek az üzleteknek, amikről az előbb beszéltem, hogy felújításra kerülnek, a vízelvezetése is megoldásra kerül, tehát nem a járdára fog majd ott a víz kifolyni, hanem azt elvezetjük, és kultúrált környezetet fogunk biztosítani. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ez a vásárcsarnok is környéke, majd itt megkérem az egyik barátomat, hogy majd ezzel kapcsolatban mondja el a véleményét, aki a lakókat képviseli, és ugye következnek még azok az épületek, a mentőállomás, Sanyi, a ti szolgáltatóházatok, vagy kereskedőházatok, és a sarkon is van egy újabb kereskedőház. Tehát velük is, a tulajdonosokkal szintén megállapodtunk, a mentőállomás is tervezi a felújítását, és azok az ingatlan tulajdonosok, akiket ismerünk, és akik együttműködtek velünk, ők is tervbe veszik, van, aki már ebben az évben meg fogja ezt tenni. Nyilván több emberben majd fölmerül, hogy akkor így a végső célnak azért nem lehet nevezni, mert végső az sosincs, hanem a következő cél az, hogy több mint 100 parkolóval bővüljön a piac és környezete, és eleget tudjunk tenni a lakók kérésének, hogy távolítsuk el a fedett piacot az ő lakó környezetüktől. Remélhetőleg ezt meg fogjuk tenni, és azt gondolom, hogy még ha az üveggyár, hát ugye ezt nem olyan jó szívvel fogadja ezt a mi kezdeményezésünket, de első a város érdeke, ezt ugye ezt tudom határozottan mondani, ők ezt bizonyos szinten elismerik, a tulajdonos azonban másképp látja, az üveggyár is nyilván tovább fog tudni működni, hiszen ezt a területet ezt egyébként se használják. És hát lesznek még más fejlesztések is a környéken, de mára szerintem a részemről ez így elég volt, és megkérem Paulics István urat, hogy néhány szót szóljon az itt lakók képviseletében. Polgármester úr, köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatok. Eddig csak úgy másképpen tudtam szólni, morogni, elmondani, de reméljük most csak lett foganatja. Először elmondanám, hogy 84-ben én is itt voltam, amikor átadták a vásárcsarnokot, és itt lakom 85 óta. Ebben pont a csarnokkal a térrel szembeni házban, és meg kell mondanom, hogy akkor szó nem volt semmiféle más piacról. Eredetileg, ha valakik emlékeznek, volt egy szombati piac, és kész. Akkor lett lengyel piac, ami mindenki tudja, ugyanolyan felfordulást okozott. Akkor a lengyel piac elment, jött be szerdai napra a másik piaci nap. Ezeket el lehetett viselni, tudtuk, hogy ez lesz, tudtuk, hogy van. Nem éppen jó dolog, hogy az ablakunk alatt állnak az autók, vagy az ablakunk alatt zajonganak. És akkor jött, amikor a Pólusz átvette a területet, jött az ócska piac. Először egy nap, aztán két nap, aztán három nap, és így tovább egészen felment. Már a hatodik napon is árultak valamit. És nem csak ez volt ebben zavaró, hanem az az irdatlan szemét, ami ott keletkezett. Mi élveztük ennek az előnyeit idézőjelben, hiszen a szél, amikor úgy fújt, akárhonnan fújt, mindig amiben jártunk, az tekert a szemetet, mert ugye a légörvények úgy hozták. Tehát megoldatlan volt a szemét. Ma is megoldatlan. Tűrhetetlen, hogy a városnak én merem mondani, hogy azért végül is prominens részén, hiszen vasútállomás és buszpályaudvar ott van, tehát sokan járnak erre, és hát nem válik dicsőségünkre ez az egész, ami itt van.
Tehát lényegében én elfogadom azt, hogy itt piac van, hiszen tudtuk akkor, hogy piac lesz. Az más dolog, hogy azt nem tudtuk, hogy itt milyen piac lesz, jócska piac lesz. És itt mindenféle kacatot fognak árulni. Van egy tény, amit nem lehet változtatni. Tudom, pénz kellene ahhoz, hogy elmenjen máshova, vállalkozó kellene, aki, hogy elmenjen máshova. Tehát a realitást tudomásul kell vennünk. Aminek nagyon örülök végül is itt lakóként, hogy valamiféle megoldás csak születik. Igaz, hogy ez meg a helyzetet konzerválja, de hát majd 20 év múlva reméljük, akkor ismét neki megyünk ennek a dolognak. És még én is itt leszek akkor. Tehát valami megoldás születik. Ez a megoldás egyrészt ugye a parkolóikat, a házakhoz tartozó parkolóknak a számát is növeli. Másrészt ugye ez a zöld terület helyet cserél a malerakott résszel. Én azt kérném, meg azt javasolnám, hogy ezt a zöld területet, ami ott keletkezik, még szélesítse a város, tehát egy szélesebb sáv legyen ott. Ott vannak bizonyos természetes határvonalak, jó lenne, hogyha azokat természetes határvonalakat folytatná tovább, és valamivel nagyobb lenne. A másik, ami ide tartozik, hogy jó lenne, hogyha minél előbb kész lenne ez, vagy minél előbb elkezdenék, mert jön a tél, akkor még az is hozzájárul majd, hogy az autók ott járnak az ablakunk alatt, és hát bizony némely esetben, mikor az ember megkér valakit, hogy hagyja, hogy kapcsolja ki, akkor előfordulnak anyázások is, és nehezen viselem már. Jó lenne, hogyha úgy szabályoznák ott a parkolást, majd az új rendet, hogy lehetőleg ne foglalják el megint mások a parkolót. Itt a szombati, illetve a szerdai napra gondolok, főleg a szombati napra, amikor nagyon sokan vannak, itt lesznek a parkolók, szépen megbővültek a parkolók, és lehet máshova is menni. Ez volt az egyik. A másik a piachoz. Mert azért nincsen intézve azzal, hogy idébb jön a piac, hanem sokkal szigorúabban be kell tartatni a nyitvatartási időt. Ez tólig. Ha kell a bejáratot csorompóval lezárni, vagy valami fizikai akadálya, mert az megint nem járja, hogy volt, amikor itt voltak már este, a tévé is ott volt, meg is nézték a tévét, és itt voltak reggelig, mert jó helyet akartak elfoglalni. Hát azért ez nem kemping, hogy itt ilyenek legyenek. Ugyanígy vonatkozik az, hogy a többiekre is. Hajnali 4 órakor miért jön ide? Ne jöjjön hajnali 4, hajnali 4, az emberek többsége még alszik. Ne zörögjön nekünk így. Tehát mindenképpen szabályozni kell, legalább 6 órakor kezdődhessen el. A másik, a WC-k. Hogy mondjam, kritikus pont volt ez a WC-história, mert a nagy többségében vagy a mi házunk, vagy a szomszédház egyik, másik szomszédháznál ott intéztek el. Nem csak folyóügyeket, hanem más ügyeket is. Vagy ott a betonoszlopoknál. Tehát egy gusztustalan dolog volt, és nem akarjuk ezt látni. Az nem járható út, hogy itt kívül is van egy WC, és rá van írva egy telefonszám, hogy kit kell hívni, amikor valaki használni akarja. Na most akinek sürgős, az nem fog telefonálni. A következő, amit ugyancsak ide tennék ebben a viselkedéshez. Hangoskodás, rádiózás, motorjáratás. Szóval ilyenek leleessenek, ne fordulhassanak elő a piacon, mert akkor megint csak ott vagyunk, hogy ide, oda is hallatszik, meg akkor itt keletkezik a füst. Tehát ezek nem normál működések. Aztán, amit meg szeretnék, igen, a szemétez vissza szeretnék térni egy pillanatra. Hát miért van szemét? Mert eldobják. Hiába kapnak zsákokat, mert a piacosok kapnak zsákot, hogy abba tegyék a szemetet, az mégis úgy marad, ahogy marad. Én úgy gondolom, hogy szankcionálni kell ezeket a dolgokat, meg még egy. Nem elég a szankció. Nem ártana, hogyha ide ki valahova kerülne egy konténer, amiben bele tudják tenni a szemetet. Bocsánat, de a szemét nem a miénk, ami keletkezett, hanem aki működteti ezt az egészet, az az ő szemete. Konkrétan a póluszkor. Ami a... még tovább mondom. Van ott hátul az a nyaktag, amivel be lehet jönni ide a csarnok mellé. Egészen ott hátul a csarnok mellett van egy a bejárat tulajdonképpen az Alkotmány utcának arra a részére. Az egy szűk kis kanyarodó. Na most ott is mindig piacosok vannak mindkét oldalon. Ráteszik a... ugyan nem le a földre teszik, vagy az útra teszik a sátrakat, hanem föl
Igen ám, de az a vevő viszont az útra áll, és bizony, aki itt lakik, annak autóval átjönni elég bonyolult dolog, és még örüljön, hogy még eddig nem verték be az ablakomat, mert bizony néhányan igencsak csúnya szavakat, hogy mit keres itt autóval. Hát nem keres semmit, csak az szeretne menni. És ráadásul, ha jól tudom, az a rész nem is a Póluszkó bérleménye. Az a városé továbbra is. Tehát a városnak is oda kell figyelni, hogy a területén mi történik. Na most akkor vissza még ehhez az átalakításhoz. Tehát az egyik, amit mondtam, hogy visszább egy kicsit errefelé azt a sövénysort, hogy nekünk legyen nagyobb területünk ott azért, mert ha jól áthajtja a ruhadarabot, még át is repül rajta. A másik pedig örülök, hogy el is hangzott, hogy a fák nem lesznek itt kivágva, hanem úgy épül az egész, hogy a fák benn maradnak. Végre egy építkezés, ahol szükségesnél több fát nem vágnak ki. Ezek szerint csak egy darabot. Az megérthető. A következő, amit szeretnék még ide mondani, igen, hogy minél előbb legyen meg az egész változás. Köszönöm Paulics Pista úrnak a észrevételeit, a jegyzeteidet mellékeljük a mai jegyzőkönyvhöz, Adlán Bécihez, köszönöm. És megkérem Pap Sándor urat, aki az ingatlan tulajdonosok nevében kíván szólni, hogy hogy vesznek részt ebben a nagy munkában. Sanyi parancsol. Jó napot kívánok mindenkinek. Örülök, hogy ilyen szép számban megjelentek az érdeklődők a város felújításával kapcsolatban. De mi is ugye kezdeményeztük volna már az itt lévő társasházunk felújítását saját erőből, és gyakorlatilag nagyon jól jött ki ez a kompromisszum, hogy az egész utca megújul, és így a polgármester úr ígéretet tett arra, ugye, hogy 25%-ban hozzá fognak járulni az épület felújításához, aminek ugye közös érdekünk, és mi is örültünk hozzá, egy ilyen 3-4 milliós beruházásnál azért nem mindegy, hogy egy 25%-kal hozzájárulnak. Hogyha már úgy észrevették, gyakorlatilag a parkolót közös megegyezésre egy kicsit felújítottuk, a kocsiknak a beállósávokat felfestettük, ez is már egy előzetesen volt gyakorlatilag az épület felújításának. Most, hogyha vesszük a környezetünket, ugye a mentőállomás is meg fog újulni. Ugye nekünk elég sok gondot okozott a mentőállomás, mivel egy magasabb helyen helyezkedik el, és annak a csapadékvize mindig átfolyt a mi oldalunkra. És ezáltal az ott lévő kis pincénket szinte minden évben egyszer elöntötte a tavaszi és nyári viharban létrejött felhőszakadás szinte. Sokszor a tűzoltóság segítségére szorultunk. Most úgy néz ki, hogy ez a problémánk is megoldódik, ezt én ismertettem a polgármester úrral is, és ígéretet tett rá, hogy megtörténik rendesen a csapadékvíz elvezetése. Tehát ma nagyon örülünk annak a kedvezményes lehetőségnek, hogy a polgármesteri hivatal hozzá fog járulni az épületünk amúgy is 20 éves felújításához. Köszönöm szépen a meghallgatást mindenkinek. Kedves barátaim, a mai ünnepség így véget ért. Kérem, hogy majd kísérjék figyelemmel a munkálatokat, lesznek problémák, mert ugye ez közlekedési fennakadást is fog okozni, de aztán minden szép lesz, úgyhogy kívánok önöknek jó erőt, egészséget, élvezzék a piacot, meg élvezzék az egész életet. Viszontlátásra!